Coca-Cola strandparti, ahol feltöltheted magad. Természetesen 2011-ben is a Coca-Cola strandpartit végig kíséri Csocsó és Gabika. Hogy egyedül vagy velünk? A Csocsónak bekötötték a fejét, és azt mondta, hogy most muszáj elmennie egy kicsit, de majd jönni fog. Amikor egyedül vagy, nehezebb a feladatod? Így, hogy egyedül kell megállnod a helyedet és egy sót csinálnod? Szerintem sokkal nehezebb az embernek egyedül dolgokat csinálni, mintha valakivel, valakihez, tehát össze van szokva. Mert akkor a különböző szituációkat sokkal könnyebben megoldjuk, meg azért el van osztva, tehát egy kicsit a munka is. De hála égnek ma nagyon jó közönség volt. Hát nem is gondoltam, megmondom őszintén, mindig izgulok, most mennyien lesznek, hát hogy mit tudok csinálni, hogy egyedül hogy tudom vonzani az embereket, de a háló égnek nagyon jó volt, tehát rengetegen voltak. Gabika magához ragadta a mikrofont, és a strand 4/5-e megfagyott. Nem is érdekelt, hogy kánikula van, hideg víz, meleg víz, ide vagy oda, nem érdekelt senkit. Gabika mindenkit oda csődített, körbeállták, és elindult a show. Ilyenkor vannak olyan bevett dolgok, amiket szoktál mondani az embereknek? Nincsenek, mindig rögtönzök. Tehát egyik műsor se ugyanolyan, mint a másik. Hát ez a közönségtől függ, hogy hogy tudsz kapcsolatot teremteni a közönséggel, mit tudsz velük csinálni. Tehát minden egyes helyen szerintem más-más a közönség. Valamelyikkel jobban lehet játszani, valamelyikkel nem. Valamikor felnőttekkel jobban lehet bírni, mint a gyerekekkel. Változó. Sose ugyanolyan. Több 10 év rutinál mögötted. Mennyit kell gyakorolnod ezekre a közel sem egyszerű feladatokra? Tehát itt egyensúlyról, erőnlétről és... pszichésen is azért nagyon ott kell lenni. Hogyan készülsz ezekre a gyakorlatokra, illetve a show-kra? Szerintem a gyakorlatokra igen, tréning, ugye napi 1-2 órát muszáj gyakorolni. Tehát az itteni feladatok meg az embernek a rutinok. Tehát az évek is a rutin, hogy az emberrel, tehát megismerni a közönséget, tehát időszak kicsit eljátszol velük, és akkor már tudod talán kit lehet mibe bevonni. Most volt egy úriember, az nagyon szeretett volna szerepelni. Ugye ott is lehetett vele hülyéskedni, tehát kitalálni új poénokat, amit ráraktál, és a közönségnek meg tetszett. A nyár úgy tűnik, hogy mindenki számára sokkal több munkát hoz. Ez a bohócok életére is jellemző? Igen, a nyáron rengeteg felkérés van az ember, főleg szabadtéren, nyitottam ott. Mondjuk pihenési lehetőség ilyenkor nálunk nincs, inkább azt mondja az ember, hogy nekünk fordítva van, télen van, inkább pihenés, mint nyáron. Nem is élvezzük, akárhova elmegyünk dolgozni, élvezzük az emberek társaságát, és utána is egy kicsit ott maradunk, egy kicsit bulizni. Hogyha szeretnétek egy ilyen showban részt venni, vagy esetleg fölülni Gabika nyakába, amikor éppen ott egyensúlyozni próbál, és mindig sikerül neki, akkor gyertek el a Coca-Cola strandparti legközelebbi állomására. Szeretettel várunk, gyertek! Kétségeim vannak afelől, hogy a Coca-Cola strandparti tovább fokozható, de itt Tiszaújvárosban mi ezt megint csak megpróbáljuk, és a Finlandia Midnight Sun Party keretein belül a következő videóban az NDJT Project és Karmatronic is megszólal majd, úgyhogy már kattinthattok is arra a videóra. Coca-Cola strandparti, ahol feltöltheted magad!